Szia, Zsolti! Szia. Itt ülünk a kelléktárban, ahová a színészek nagy előszeretettel szoktak bejönni. Olyanok, mint a gyerekek a játékboltba, mindenhez hozzá birizgálnak, ez mi. De mielőtt erről beszélgetnénk egy kicsit, mert szerintem erről azért nagyon sok emléked lehet, vagy olyan dolog, amit el lehet mondani. Itt van nálunk egy papír, illetve a kezembe, Eprésző kislány, kellék és bútorlista. Lehet-e tudni valamit, hogy ez most mi? Hát ez lesz a következő produkciónk, amit végre nézők előtt is be tudunk mutatni. Szuper! És akkor ez azt jelenti, hogy amikor készül egy valamilyen darab, akkor ti kaptok egy ilyen listát, amire rá van írva, hogy mi az, amire szükségük lesz az előadáson. Belül? Igen, az asszisztens az olvasópróba alapján összeírja, sőt már a rendezővel is beszélget előtte, és én is részt szoktam venni az olvasópróbán, én is jegyzetelek, és akkor tehát ez egy kiindulási pont tulajdonképpen. Aha, tehát akkor ezt nem veszük szentírásnak, hogy hát már valamelyik pedig... valamelyik darabnál megmarad, de valamikor olyan is volt már, hogy ami elsőre a legfontosabbnak tűnt, azt az egész jelenetet kihúzták, és akkor nem is volt benne a darabban. Nos, látok itt egy csomó kelléket, ez már nyilván készültök, hogy elég lesz készült, valami. Így. Ez, ha jól látom, cigaretta tálca. Na most ugye ma már nem lehet a színpadon dohányozni. És akkor ez most hogy oldódik meg? Ilyen sima cigaretta hüvelyeket szoktunk használni. Kis kartonpapírt belerakunk, tehát hogy ne ennyire nyegle legyen. Kicsit megerősítjük. Hát sajnos rágyújtani nem lehet, tehát ez csak az illúzió. Vagy van még egy olyan, amit játékboltba is lehet kapni, ilyen hintőporszerű dolgot lehet, tehát azt nem szívni kell, hanem fújni kell, és akkor egy olyan, le van kezelve a vége, tehát mint hogyha egy parázslana. Aha. És hogyha valaki használ ilyen cigarettát és ilyen tálcát, akkor ezt hogy szoktuk? Személyi kelléként szoktuk bekészíteni neki a jelmezébe, az öltözőbe. Aha. Ti lerakjátok, vagy a jelmezébe, vagy az asztalra? Hát a színészt, igen, tehát mindig megbeszéljük a művésszel, hogy neki melyik a praktikusabb. Aha. Tehát van, amikor én személyesen, vagy kollégák, mi készítjük be, van, amikor ő azt kér, hogy az asztalára legyen minden oda készítve, és akkor ő szereti magának bekészíteni, tehát ez változó. Aha. És olyan is van, hogy a színpad mellett van egy kellék asztal. Ha jól tudom, akkor, mert hát jól tudom. És akkor ott vannak a kellékek felsorakoztatva, aminek megvan mindegyiknek a pontos helye, ugye? Pontosan kikészítünk mindent, az főképp a művészeknek nagyon fontos a sorrend, de valami a művésznek van kikészítve, valami még saját magunknak, amit mi viszünk be. Tehát konkrétan csak annyi ideje van a művésznek, hogy akkor éppen az ajtóig eljön, kezébe adjuk. Aha. Viszont az nagyon fontos, ahogy mondtad, hogy akkor ugyanoda kerüljön mindig vissza, mert őnek ugyanoda jelen... kerül vissza, vagy ezek a színészek, ezek birizgálják, félrerakják, átteszik. Sajnos volt rá példa, igen, hogy kijött a művész az előadás közben a jelenetből, melege volt, rádobta a jelmezét a kellékasztalra, természetesen a másik szereplőnek a kávéja és az üdítője kiborult, amit mindenkérünk, hogy ne rakjanak oda. És hát több kelléket eláztatott, és akkor annak kezdve négy kellékes szépen szorgosan újraírta a leveleket, minden gyorsan újra gyártottunk egy pár másodperc alatt, mert a következő jelenetben pont azok kellettek. Uh-huh. Ti négyen vagytok kellékes fiúk. Minden előadásban itt kell lennetek, mind a négyőtöknek, vagy valami? Változó, tehát a darabtól függ, hogy mert mi bútorozunk is, uh-huh. Van, amikor tudjuk váltani egymást. Hát most itt a pandémiás időszakban nyilván ez teljesen másképp alakult, de általában megoldható, hogy akkor tudjuk váltani egymást. És az előadás előtti mennyivel jöttök be? Hát ez is mindig a változó, hogy a darab igényeitől függően. Tehát van, amikor már reggel a díszítőkkel együtt beépítünk. És egy esti előadáshoz. Egy esti előadáshoz, igen, mert akkor még a világosítóknak be kell világítani.
De ha egy olyan előadás van, amit egész héten például az megy, akkor általában egy 5 órára, fél hatra, de ez is az előadástól függ, hogy mennyi dolgunk van, tehát mosogatni, vagy mivel kell előkészülni. De általában egy 5 óra, fél hat. És akkor Egy be 7 kell órás. pakolnotok mondjuk adott esetben akár a bútorokat. A bútor az hogyan tartozik a kellékhez? Vagy az egy... Hát igazából úgy képzeljék el az emberek, hogy egy lakás, hogyha nézünk, akkor a lakás falai a díszítőké, a világítás része, például a csillár az a világosítóké, viszont az összes többi a miénk. Tehát a Berendezési berendezési tárgy, tárgy az aha, minden a az miénk. Tehát, mindenek. hogyha csapból víznek kell folyni, akkor azt nekünk kell bekötni. Tehát akkor nektek mindennek kell lenni, bútorszerelőnek, villanynak nem, de vízszerelőnek. Igen. Azért nagyon sok mindenhez Sok kell mindenhez kell. értenetek, és a kreativitásotokra azért gondolom Igen, szükség igen. van sokszor, mert lehet olyan, hogy egy rendezőnek olyan látomása van, és olyan tárgyat szeretne, amit ma már nem lehet kapni, és akkor mit csináltok? Hát akkor elindul az agyalás, hogy hogy oldjuk meg a problémát. Hát általában a műhely is szokott segíteni ilyen dolgokba, mert például a tótéknál volt, hogy kellett egy vaporizatőr. Amit első hallásra az ember azt se tudja, hogy mi az egy vaporizatőr. És Igen. akkor És annak mi is az a utána kellett vaporizatőr? nézni. Hát az egy ilyen pumpás szerkezet, amivel vizet spricceltek a levegőbe, tehát tulajdonképpen ilyen porfogónak lehetett használni. Tehát azt még, amikor én idejöttem, akkor azt még a nagyszínházban használták opera előadások előtt, hogy a művészeknek ne kelljen annyi port beszívni. Aha. És a darabban is elhangzik, hogy a moziban mennyi érte, mert hogy ott is, tehát még a régi moziban is használták, hogy Tehát kvázi ez a levegőnek a igen, frissítésére szolgál, ahogy ilyen vízpermettel tisztítjuk a és akkor levegőt. sikerült egyet vásárolni, természetesen nem működött, és akkor ezt kellett a lakatosokkal hosszas agyalással megoldani, hogy akkor abból a 100 éves szerkezetből hogy tudjuk megoldani, hogy teljesüljön az, amit a rendező úr kitalált. És mennyire türelmesek a színészek, illetve a rendezők, ha például van egy ilyen eszköz, aminek a beszerzése is hosszas folyamat, nem úgy működik, és meg kell csinálni, és nyilván a színész már toporok, hogy de én ezt akarom használni, vagy a rendező azt mondja, hogy hol van már, miért nincs még a színpadon, hogy akkor mennyire van szükség a kommunikációs készségetekre, hogy meg tudjátok oldani ezt a problémát. Hát nyilván ez is változó, tehát emberek vagyunk, tehát hogy ki hogy áll hozzá a másikhoz, tehát nyilván mi megpróbáljuk, csak ilyenkor kell azt lekommunikálni a rendező felé is, hogy értse meg, hogy nem azért, hogy nincsen kedvünk, hanem egyszerűen azt muszáj beszerezni. Tehát valamikor például az interneten kell utána nézni, hogy egyáltalán egy olyan alkatrészt hol találunk, amit nem tudsz bemenni a boltba és megvásárolni, Oké. vagy piacokon, vagy bárhol. Okay. Jó. És ha jól tudom, akkor nem csak ez a kis helyisége van a kelléktárnak, a kis színház kelléktárának, hanem van itt még mindenféle raktárhelyiség. Akkor menjünk, nézzük meg. Húzzam már fel! Na pont ezt nem tudom, hogy csinálni. Remélem nem tudok. Jesszus! Jó, hát nem megy bele a lábam. Beleforogjuk.